Nagy szeretettel köszönöm a kedves vendégeinket ezen a karácsony előtti napok egyikén, december 22-én este. Nagyon szép előadás lesz biztosan Pilinszkiről. Azért valljuk be őszintén, nem sokat tudunk róla, nem annyira ismerjük, nem annyira hallgatjuk a verseit, holott igen ilyen nagy költő volt, ahogy a múltkor is mondta Rejzike professzor úr, hogy igen kiemelkedő költője a magyar költészetnek. Hát ezen estén megismerkedünk vele. És külön köszöntjük Rejzike János professzor urat, aki már többször visszajött hozzánk, és mindig érdekesebb előadásokkal örvendeztet meg bennünket, és köszönjük, hogy eljött karácsony előtt. Azért nem olyan könnyű eljönni el messzire, mert azért most messzire jött ismét hozzánk. De igen, de nem lesznek az őről jön, ugye? Nem, nem onnan. De hát de mindig sokszor messziről jön. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt van közöttünk, és együtt tölthetjük az estét. Kíváncsian hallgatjuk, hogy Pilinszkiről. Most ahol is voltam tegnap? Tegnap Górban voltam. Hol van akkor? Az az osztrák határ mellett van az. Hát akkor bejárja. Az Csepreg mellett van. Területeket azért. Messzebb van Mindebrecen? Messzebb, igaz? Akkor jó, köszönöm szépen. Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Pilinszky János az a költő, akit személyesen is ismerhettem. 3 évig voltam hozzá közel az életének utolsó 3 évében. Az apropót az adta, hogy közös érdeklődésünk egy francia gondolkodó felé húzott, ez Simone Weil. Akkor ez a kötet még nem jelent meg, éppen gyűjtögettem a fordításokat, és ő elküldött engem Törőcsik Marihoz, meg más országosan ismert emberekhez, akiknek ő adta a maga Simone Weil fordításait ajándékba. Úgy kellett innen-onnan összegerebjéznem, és végül is 1983-ban, 2 évvel az ő halála után meg is jelent ez Ami személyes és ami szent címmel. Előttem van, ahogy gondolkodik, a róla szóló monográfia címoldalán, Fülöp László Pilinszky János címoldalán is az a gondolkodó Pilinszky van ott, aki 1921-ben született, összesen 60 évet élt, nagyon hirtelen halt meg 81-ben, és mintha tegnap történt volna, hogy ott állunk a Farkasréti temetőben, arra is nagyon élénken emlékszem. Hát ilyenkor az ember nem tudja függetleníteni magát a személyes élményektől. Én vidéki gyermek lévén nem annyira törekedtem költőket, írókat megismerni, mert úgy gondoltam, hogy lelombozó élmény lesz ez, ahogy másoktól hallottam. Inkább a műveket ismerjük, mint a szerzőt, de Pilinszkytől nagyon sokat tanultam, nagyon sokszor beszélgettünk a lakásában, ami az opera, hogy az operából kijövünk, a Pesti Operából, és a Hajós utcán megyünk előre, egy nagyon lepusztult pesti bérháznak a második vagy harmadik emeletén lakott, és az életében volt néhány meghatározó tényező, ami nem minden embernek jut ki osztályrészül. Az egyik a bébi története. Volt egy nagynénje, aki olyan szerencsétlenül jött le a padlás feljáróról, hogy hanyat esett, és olyan rosszul esett, hogy tulajdonképpen elveszítette a beszéd központját. Nem tudott beszélni meg. 8 éves lehetett, és azután újra tanítani kellett beszélni. Pilinszkyt magam előtt látom, hogy kikísér a szobából, és ott a konyhában leül, és akkor mondja a bébinek, hogy vacsora. És akkor ezt mondja, hogy vacsora. És így kellett így szavakat megtanítatni vele. Nem lett sohase teljes értékű ember, de Pilinszky többször hivatkozott rá, hogy ő olyan költő, aki mindig lemegy a nullapontra, és a világot mindig a kisgyerek szemével akarja látni, és mindig a nullapontról rugaszkodik neki, hogy kifejezze azt, amit átélt a világban. A másik még ennél is megrendítőbb élmény, hogy gyerekként őt egyik rokonának, Rákos Palotai intézetébe adták, ott szokta tölteni a vakációt, vagy a szünet napjait, de hát ez az intézet, ez egy prostituáltak intézete volt. Most tessenek elképzelni, hogy egy fiatal gyerek, ott ilyen csíkos, rabos ruhába öltözött prostituáltakkal jár kell ott a kastély parkjában, akiket hétvégére mindig begyűjtöttek szombat-vasárnapra, hétközben viszont engedték a borzalmas szakmájuk űzését.
egyik utolsó versében is egy Micsicsák nevű prostituáltra emlékezik vissza, és a vers így végződik, hogy Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársony ruhácskát. Ő elpusztult, én pusztulok. Pilinszkinek ez a pusztulás kép, hogy itt a világon minden lepusztul. Az ember ide születik a világra, és miért születünk ide? Azért, hogy meghalljunk. Szói rovarok arája, ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Egyik versének a befejezése ez. Már kora gyerekkorától megrendítette ez a tapasztalat, hogy azért születünk mi erre a világra, hogy meghalljunk. Hát akkor az egész élet egy rossz komédia. Csak belekóstolni az életbe azért, hogy elválni tőle. Azért itt tölteni évtizedeket, hogy utána aztán a kukacok egyék a testünket, ahogy ő szokta mondani. Kora gyermekkorától fogva ezek az alapvető létkérdések izgatták. Kijárva a piarista gimnáziumot itt Budapesten, a bölcsészkarra iratkozott be, soha nem szerzett diplomát, mert jött a világháború, és őt is besorozták, kivitték, amerikai fogságba esett. És akkor jön a harmadik meghatározó élmény a Bébi és a prostituált intézet után. Ez az amerikai fogság, mai Nyugat-Németország, és hát Németország területén, ahogy eltöltik azokat a keserves hónapokat, amikor nem tudják, hogy most örökre ott maradnak, vagy visszajönnek Magyarországra, a Francia fogoly és a Harbach 1944 című nagyon megrendítő versei őrzik ennek az emlékét. Aztán visszajön, ugye tudjuk, hogy mi történik 1947 után, ő nem baloldali érzelmű, hanem a polgári író köréhez tartozik, állást nem kap, korrektori állást kap, csak bedolgozói állást fordíthat, és lényegileg kegyelem kenyéren él. Nagyon kevés verset ír, mert ritkán megszólaló költő. Tudniuk kell, hogy az 1950-es évek végén, a forradalom után Acél György szerzett neki állást. Acél György vette a telefont, és oda telefonált az Új Ember című katolikus lap szerkesztőségébe, és azt mondta, hogy itt van ez a nagy költő, sehol nincs állását, nem tudnának neki valami munkát adni, azért mégis egy havi 1000-2000 forintot a kezébe lehessen nyomni, és így ilyen párt közvetítésre alkalmazták Pilinszkit, aki hébe-hóba járt be a szerkesztőségbe, ami ott a Ferenciek terén volt. Én is találkoztam ott vele néhányszor, én Rónai Györgynek a stilizátora voltam abban az időben, és így sokszor összefutottunk, és tulajdonképpen haláláig ott maradt. Két szerencsétlen házassága volt az 50-es évek elején, pár hónap után válással végződött az első, és halála előtt néhány hónappal, egy másfél évvel egy fiatal francia énekesnőt vett el, akivel szintén nem ért jelentékeny ideig együtt, visszaköltözött Franciaországba, a temetésén azonban ott volt a Farkaséti temetőben. Nos, hát ennyi mindent elmondani Pilinszkiről, amikor meghalt egyik méltatója, Laurent Gaspard azt írta róla, roncs és ragyogás. Egy találó meghatározó, roncs és ragyogás. Pilinszki élete mindig romokban hevert. Először a nehéz körülmények hatására az alkoholhoz nyúlt, utána nagyon erőteljesen a cigarettához és a fekete kávéhoz, iszonyatosan önpusztító életet élt. A szobájában alig lehetett látni, mert ahogy letette az egyik cigarettát, már vette a másikat. Ugyankor Rónai László írja emlékezéseiben, hogy mindig arról beszélt, hogy borzalmas ez a cigaretta, le kellene szokni róla, és be kellene tiltani, és mindenkinek propagálta, úgyhogy közben 10 csikket elnyomott. Rettenetes fogságában élt a természetének, és nagyon sokszor megadta magát. A roncsból azonban valami tényleg földön túli ragyogás jött elő, körülbelül majdnem ugyanolyan az élete, mint Adié. Roncs és ragyogás. De inkább egy négy sorosával hadd jellemezzem az egész életét. Ezt írta. December hője, nyarak jégverése, drót végre csomózott madár, mi nem voltam én, boldogan halok.
Persze, hogy egy ember össze-vissza és kétséges életet él, annak legfőképpen ő önmaga a hibás ebben, és ezt nagyon is jól tudta, és a naplójában ezek a gondolatmenetek meg is jelentek. Nagyon érezte, hogy az ember, ahogy ő mondta, a legfőbb ellensége önmagának. A saját életéből érezte, az ember legfőbb ellensége önmagának, és az ő viszonyulása a kereszténységhez és Jézus Krisztushoz ilyen alapon történt. Ő valóban átérezte, hogy elveszett lény. Az ember magába elveszett lény. Ha nincs szabadítója, ha nincs megváltója, akkor az ember elveszett lény, és az egész költészetét ennek az alapérzésnek rendelt alá. Szeretném önökkel ezt a költészetet, először a költészetet bemutatni. Egy nagyon kis költészet, ennyiben elfér körülbelül, alig 200 vers az egész életműve. Csak úgy összehasonlításul mondom, hogy Petőfi ugye 856 vers, Adi 1000, Juhász Gyula 1500, jó Kölcsei mondjuk 70-80, közben Pilinszky 200 vers. De azt mondja Pilinszky, hogy én nem törekedtem a gyakori megszólalásra, én arra törekedtem, ha kevésszer szólok is, annak súlya legyen. A madárnak nem a száncsapásáról nézik, hogy milyen erősen tud repülni, hanem hogy milyen az ívelése a röptének. Először szeretném bemutatni önöknek egy korai versét. A korai versei általában jambikusak, egyszerűek, kopárak. Azért választottam ezt a verset, nagyon sok figyelemre méltó korai verse van. Egyébként az egész Pilinszky életműből néhány évvel ezelőtt tettem közzé egy válogatást Csönd és közelség címmel, amelyben versek is, prózai részletek is, napló részletek, elbeszélések, és főleg ez a meditatív próza, amit ő egyedülállóan tudott alkalmazni a magyar irodalomban, amit aztán halála után két kötetben a Mélypont ünnepélye címmel adtak ki, majd erről külön beszélek. Tehát ez a Csönd és közelség, ez szinte az egész életmű, mind a 11 néhány kötetéből, amit ma ismerünk, válogat. Na nézzük az első Pilinszky verset. Azért választottam ezt a verset, mert a magyar költészetnek egyik legszebb szerelmes verse, csak nem annyira ismert, hogy el is hangzott itt a bevezetőben, hogy Pilinszkynek sokan még a nevét sem ismerik, hát még a költészetét. Azért érdekes ez a vers, mert csodálatos, megkapó képek vannak benne, nem megszokott képek, egyáltalán nem megszokott képek. Egy késleltetett szerkezeten alapul, a szerelméhez szól, de nem a szerelméről, hanem az édesanyjáról. És a vers végén arra kéri a szerelmét, hogy az édesanyjára való tekintettel szeresse. Ez rendkívüli a magyar költészet, tessenek megfigyelni. A versnek ez a címe Könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegény, csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélyben. Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom, éreznem félszeg gyönge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem, szívemben nincs már más, csak durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis békezászló, oltalmat keres, oldj fel maró magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres. Ugye ilyen versek nincsenek a mi költészetünkben, ilyen nagyon mélységesen, egyszerre az édesanyához, mint akitől jöttünk, ugye egyek voltunk rég a drága mélyben, micsoda gyönyörű és finom és tapintatos kép, másfelől pedig hát a jövendő asszonyhoz, nőhöz, akit megszeretek. Pilinszky sokat panaszkodott azon, hogy a magyar költészet nagy költészet, de egy valami hiányzik belőle. Mit teszem gondolni, mit mondott? Azt mondta, hogy a magyar költészetből nagyon hiányzik
ami a franciában megvan, olaszoknál, németeknél, angoloknál is jobban megvan, a vallomásos költészet, a vallomásos líra, hogy a lélek belső rezdüléseiről, itt is milyen gyönyörű ez a retardációs késleltetett szerkezet, hogy oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres. És a végén mondja, hogy igen, hát az édesanyja az, aki hisz benne, ha megölném is hinné, jó vagyok, szegény csak egyszer tudnám még szeretni, stb. Stb. Ezt a verset körülbelül 21 néhány éves korában írta, 1940-ben 19 éves korában kezdett verseket írni, és az első verses kötete Trapéz és korlát címmel jelent meg 47-ben. Ez a 40 és 46 közötti verseket gyűjtötte össze. Akkor csak egy kisebb figyelmet ébresztett, de a második kötete, aminek az eredeti kötete így nézett ki, ez könyvtáram egyik nagy dísze. 1948 és 58 közötti verseit foglalta egybe egy kis karcsú kötetbe, ez a Harmadnapon című kötet. A Harmadnapon címe az egyik versének is, egy négysorosnak, ami nagyon híres lett, illetve nem is négysorosnak, a négysoros is ebben van, tesznek tudni, az a nagyon híres négysoros, amit a válása után írt, alvó szegek a jéghideg homokban. Plakát magányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Ez a magyar költészet egyik legfélelmetesebb négysorosa, de a Harmadnapon az a Jézus feltámadásáról szóló vers, és fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapon legyőzte a halált, et resurrexit tertia die. Ez a Harmadnapon, ami a versből aztán kötet címé is vált, ez a kötet hozott Pilinszky számára nagy áttörés. Ezután beszéltek arról, hogy a magyar költészetnek most így az 50-es évek végén két kiugró nagy tehetsége van, Vörös Sándor és Pilinszky János. Egyik sem volt az államembere, egyik sem az akkor fönnálló ideológiának, még csak távolról sem volt a hírvivője, ezért kellett ugye telefonálni Pilinszky ügyében, hogy egy lap szerkesztőségébe nyerjen elhelyezést. A harmadik kötete az 1959 és 70 között megjelent Nagyvárosi ikonok, és 70 után, illetve hát ezt úgy lehet mondani, hogy inkább 58 és 70 között Pilinszky 12 évre elnémult. 70-ben ez a kötet inkább gyűjteményes kötet volt, de 71-ben különös módon megoldódott a nyelve, és kiadta egy körülbelül majdnem annyi verset írt két év alatt, mint addig a 25 év alatt, Szálkák címén az újabb gyűjteményét. Ezekben rövid versek vannak, és utána a Szálkák után jött még a Végkifejlet, jött még a Kráter, és akkor összegyűjtötte a prózájából a színházra vonatkozó kijelentéseket. Így jelent meg a Beszélgetések Sheryl Sutton-nal, egy akkor Párizsban feltűnt amerikai színtársulatnak az egyik színészével került közeli barátságba, és a vele való beszélgetéseit örökítette meg. Ekkor Pilinszky már a 70-es években rendkívüli népszerűségnek örvendett, gyerekek számára is írt egy Napszületéshez című verses mesekönyvet, azután pedig életművének egyik legértékesebb részét hozta létre, két ilyen vaskos kötetet tesz ki a Szép prózáinak a gyűjteménye, Kis esszéinek a gyűjteménye, amely különböző jelenségekről, kulturális, de főleg életbeli jelenségekről az Új Emberben, a Katolikus Hetilapban hétről hétre jelentek meg ezek a kis gondolatfuttatások.
nagy-nagy mélységeket járnak ezekbe. Én ebbe a kis válogatásba van olyan kis esszé, amit teljes terjedelmével bevettem, mert ugye ez a sorozat inkább a rövid idézeteknek kedvez, de néhány annyira lenyűgöző gondolatmenete van ilyen egy-másfél lapon. Például hadd mondjak el egyet, csak úgy röviden. Az egyik gondolatmenetének ez a címe a jóságról. Hát már magában is ez egy hétköznapi téma, és jó lenne, hogyha többet beszélnénk a jóságról, de megkérdezem önöket, hogy sokat hallanak önök a jóságról beszélni? Nagy beszédtéma ez, hogy mi lenne jó, meg hogy kellene jónak lenni, meg hogy kellene a másikat szeretni, vagy nem nagyon. Hogy az élet is egyre durvább és kegyetlenebb, kíméletlenebb. A Pirinszki a következő kép fog hozzá, azt mondja, hát az életben az emberek mire figyelnek? Hát a szépségre. Mert a szépség látható, a szépség a szemünkbe ötlik, a szépség az körülvesz bennünket, de ahol járunk, kelünk, mindenütt szépen akarják az emberek a házukat kifesteni, egy bolt előtt elmegyünk, a kirakatot úgy berendezni, hogy mindenki bemenjen, stb. Stb. Azért a szépségnek az a lényege, hogy látható, és mint látható érték vonzza az embereket, a jóság más. A jóság éppen ennek az ellentéte. A jóság akkor igazi, ha láthatatlan. És elkezdi a jézusi tanításokat a modern ember gondolatmenetébe belesimítani, és elkezd beszélni arról, hogy hát ki a jó ember? Az, aki nem hivalkodva segít a másikon. Aki nem feltűnően adományoz, mint ahogy ma szokták, hogy ugye ki mennyit adott, és azt megörökítenek. Nem. Az a jó ember, aki visszahúzódik, aki nem engedi láttatni magát. Tehát a szépséghez képest a jóság teljesen más, mert a szépség az mindig meg akar jelenni, az mindig egy kicsit oda tolakodik elénk. A jóság, ha igazi, az viszont elrejlik, az visszahúzódik. Vagyis hogy mondta egyszer Jézus, hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Vagy amikor jót teszel, akkor ne kürtöltess magad előtt, hanem úgy tegyél jót, hogy senki se lássa. A jóságnak ebben van az értéke, hogy úgy tegyünk jót, hogy a senki se lássa, senki se hallja, senki se tapasztalja, csak az az ember, akit megsegítettünk. Pirinszki nagyon nagy híve volt Rembrandtnak. Rembrandtról mondta, hogy szerint egy olyan nagy művész volt ez a holland festő, hogy van Rembrandt előtti művészet és Rembrandt utáni művészet. Most már mindent valahogy másképp látunk, mert Rembrandt szemével látni az egy más életminőséget feltételez. És Rembrandt hogyan ábrázolta például az irgalmas samaritánus történetét? Az irgalmas samaritánus, aki egy félholtra vert embert fölkarol és az árok szélen meglát, és kimossa a sebeit, és lovára teszi, és elviszi egy vendégfogadóig, és ezt a jelenetet ábrázolja Rembrandt, hogy a vendégfogadó előtt leveszik a lováról ezt a szerencsétlen embert, a fogadós jön ki, az irgalmas samaritánus vele tárgyal, hogy még az éjszakát vele tölti, de holnap ő tovább kell, hogy menjen, de a többet költesz rá, hát költsél, ugyanolyan ember, megadom neked, úgy bánj vele, mintha a saját gyermeked lenne. És minden arcot Rembrandt megmintáz, a lovász fiútól kezdve a szolgáló lányokon át, a fogadóson keresztül, a félholtra vert ember arcáig, csak egy arcot nem látunk, aki a jót teszi. Miért rajzolja meg így Rembrandt? Mert Rembrandt nagyon jól tudta azt, hogy a jóságnak az a lényege, hogy azt önzetlenül, hivalkodás nélkül, és ne embereknek tegyük, hanem annak tegyük, akihez kapjuk is az erőt hozzá, hogy meg tudjuk tenni. Na ennyi egy kis elmefuttatás, mit tetszen gondolni? Leírhatatlan élmény ezeket olvasni. Amikor Pirinszki meghalt, először én rendeztem ezt sajtó alá, akkor Szögés olaj címmel jelent meg a kötet. Később, ahogy már kibővítették, most már két ilyen vaskos kötet, és tessenek megnézni, hogy milyen kifejező a címe is. Nem mindennapi a cím. Mi az, hogy a mélypont ünnepélye? Első hallásra talán kicsit bizarr, vagy érthetetlen. De Pirinszki
nagyon nagy költő és nagyon nagy nyelvi tehetség is az ilyen szókapcsolatok megalkotásában. Mi az, hogy a mélypont ünnepélye? Hogy amikor mélybe jutunk, akkor kezdjük igazán látni a dolgokat. Az alulról látott világ a hitelesen látott világ. Nem az oldalnézetből meg felülről látott világ, hanem az alulról látott világ. Az embernek sokszor kudarcokat kell elszenvednie, vereségeket kell elszenvednie. Szó szerint le kell kerülnie a padlóra, hogy egy kicsit az ember föleszméljen, hogy milyen is az ember élet. És amikor az ember alulról látja a dolgokat, vagyis nagyobb alázattal látja a dolgokat, akkor látja igazán a dolgokat. Pirinszkinek a kedves igéje a Bibliából Jézus hegyi beszédének második mondata volt. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És ez azt mondja Pirinszki, hogy ki merte volna ezt a mondatot leírni? Hát ki mert volna ilyen mondatot embereknek, boldogok, akik sírnak, hát mindenki örülni akar, mindenki sikerekre vágyik, mindenki valami dicsőséget hajhászít, hogy róla beszélnek, vagy neki sikerüljenek a dolgok. Azt mondja, boldogok, akik sírnak. Boldogok azok az emberek, akik rádöbbennek a hibáikra. Amikor mások futnak, be se vallják, maguknak se vallják be, hogy milyen hibáik vannak, de boldog az az ember, aki szembe tud nézni önmagával, és bemeri vallani, hogy ilyen és ilyen hibáim vannak, és ebből segíts ki engem, Istenem. Boldog az az ember, aki látja a világnak a lerongyolódott állapotát. Azt mondja Pirinszki, hogy sok keresztény is lelkendezve beszél a világról, pedig hát a Biblia mivel fejeződik be? Hát az apokalipszissel. A jelenések könyvével, hogy a világunk leépül, és a világunkat a katasztrófától egy valaki menti meg, hogy Jézus másodszor eljön. Szóval miért felejtik el ezt a keresztények? Szóval Pilinszki egy ilyen szókapcsolat is, hogy a mélypont ünnepélye, hogy az az ünnepi pillanat, amikor ha leestél, vagy lent vagy, vagy elhagyatva vagy meg nem értve vagy, hát akkor kezdesz igazán gondolkodni, és akkor kezdesz nem önző módon gondolkozni, nem hivalkodó módon gondolkozni, tehát akkor leszel ember. Ugye ugyanazt fejezi ki, amit Bölcs Salamon mond a Bibliában, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Ez is hogy hangzik ez? Hát így kezdődik egy mondat, jobb a szomorúság a nevetésnél. De utána megmagyarázza. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Tessék, válasszál. A legtöbb ember nem akar szomorkodni, mindig örülni akar. Azt mondja, hogy boldog akar lenni. De a boldogság nem az, amit mi magunk szerzünk meg magunknak. A boldogsághoz vezető út sokszor a szomorúságon keresztül vezet. És aki nem vállalja a szomorúságot, az igazi örömöt se fogja megtalálni, és az igazi boldogságot se fogja megtalálni. Szóval, kedves hallgatók, ilyen és hasonló gondolatmenetek csak egy másfél oldalnyi terjedelemben, most ezekből válogattam ebben a kötetben, ez a legutóbbi Pilinszki kötet egyébként, ami megjelent, mert Pilinszki kötetet nagyon gyorsan elfogynak, most egy örököse van, az unokaöccse, és ő nem mindig ad engedélyt új kötet kiadására. Ez a legutóbbi kötet a Füves Könyvek sorozatban jelent meg Szegeden, és ahogy elnézem, ez 2016-os. 2016, akkor ez már a második kiadás, mert 2016-ban idén a Széchenyit jelentettem meg, tavaly a Vörös Martit, ez 2014-es volt az első kiadás. Hát nagyon, nagyon nagy örömömre válik, amikor emberek idéznek belőle, mert tényleg Pilinszki annyira a fején találja a szöget, és erre is hadd hozzak önöknek példát. Például olyan frappáns megfogalmazása, olyan mélyen szántó, egy-egy mondatba sűrített meglátásai vannak. Például azt mondja, az a baj az életünkkel, hogy létezünk, de nem vagyunk jelen. Egyszerűen, micsoda, igen. Az a baj az életünkkel, hogy létezünk,
de nem vagyunk jelen. Mi az, ami az emberi jelenlétnek az értékét adja, hogy oda tudunk figyelni a másikra? És ha nem tudunk odafigyelni a másikra, ha nem tudunk azonosulni a másik ember gondjával, bajával, akkor nem tudunk segíteni a másik emberen. Akkor létezünk, na de elmegyünk egymás mellett. És ez a világ. És ez nem tragikus? Létezünk, de nem vagyunk jelen. Simone Weil-től nagyon szerette azt a mondatot, amit így fordított ő magyarra, hogy az embereknek meleg csend kell, és helyette jeges tumultust adnak nekik. Minden ember csöndre és közelségre vágyik. Én is azért adtam ezt a címet, ez az ő kifejezése, itt egyik verséből való kifejezés, egyik csodálatos rövid verse, a nyitás. A gyermekkor alkímiája beteljesül, sikerül végre. Az érintetlen kapukat az álom zsiliprendszerét kinyitják. Mindenből csönd lesz, és közelség. Erre vágyik minden ember. A csöndre, a nyugalomra, a békére, és az, hogy a másik emberrel embermódon értesse meg magát. Csönd és közelség. Ez se jutott minden költőnknek eszébe, de mondom, ettől az ihletést, erre az ihletést Simone Weil-től veszi, aki azt mondja, az embereknek meleg csend kell, és helyette jeges tumultust adnak neki. Vagy ugyancsak ő fordítja Simone Weil-től, hogy az a zseniális ember, aki az igazsághoz ragaszkodik akkor is, ha nem jutna tovább a puszta dadogásnál. Ez is egy csodálatos gondolat. Az a zseniális ember, aki az igazsághoz ragaszkodik, még akkor is, ha nem jutna tovább a puszta dadogásnál. Az igazsághoz ragaszkodni, az élet valóságát megélni, nem hazudni, őszintének lenni, bevallani, hogy lent vagyunk, de a mélypont ünnepélye helyzetéből kérni a segítséget, és ez a valaki majd segíteni fog. Ismerem Jézus éjszakáit, és a ballatori istentelen magányát, a jótett szelíd mezejét, s a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után, és ismerem a bárányvesztét, úgy is, mint aki veszkődve topog halálos esése előtt, s úgy is, mint aki hitével a meleg bensőt keresi. A meleg bensőt keresni. Hol van az emberekben az a mag, ami minden emberben valahogy ott van, csak az emberek betemetik, pótlékokat halmoznak rá, igyekszenek megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és nem lesznek őszintén igazán önmaguk. Minden embernek van egy ilyen meleg belső, ez is egy evangéliumi gondolat, Jézus azt mondta, hogy ha te Istennel együtt akarsz lenni, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Mindenkinek van egy belső szobája, mindenkinek van egy belső elrejtett világa, ahova vissza kell, hogy vonuljon, hogy beszélgessen önmagával, hogy tervezzen, hogy számot vessen, hogy segítséget kérjen. Pirinszky János ennek a belső világnak az énekese volt. Emlékszem, hogy 1971-ben én 17 éves gimnazista voltam, és akkor került kezembe a Vigília című havi lapnak az egyik száma, húsvét előtti száma, és hogy fellapoztam, mondom, 71 áprilisát írtuk, és ahol kinyitottam a folyóiratot, ott volt Pirinszkynek egy verse. De csak egy verse. Mondom, hogy nagyon keveset írt. És én addig a nevét nem ismertem. Vidéki gimnazista lévén, hát miket tanultunk, ott Adit tanultunk, mert már Babicsot se nagyon tanultuk, József Attillát, Radnótit, Juhász Ferencet, Pirinszkyről szó sem esett, és az első vers 17 éves koromban, amit magam fedeztem fel magamnak, és akkor, amikor kinyitottam a folyóiratot, 5-6-szor elolvastam, és mind a mai napig az egyik olyan vers, ami nekem a legtöbbet adott és segített az életben. És egyben a magyar költészetnek egyik rendkívüli verse a végső eseményekről. Krisztus második eljöveteléről, a végítéletről, az egész emberi történelem lezárulásáról. 71-ben Pirinszky János ezzel a címmel írta meg ezt a versét, mielőtt.
A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságba senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennynek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Nem tudom, hogy első hallásra ki mit ért meg ebből a versből. Ugye, a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Nagyon sarkos, nagyon határozott, nagyon kétségbe vonhatatlan kezdés. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az egész emberi létezésnek, az egész drámai emberi történetnek a végső kibontakozása, hogy majd eljön Jézus, megítéli, hogy ki kerül jobb oldalra, ki kerül bal oldalra, és a végén a Jézusi példa, soha nem ejti ki Jézus nevét, Isten nevét, de mindig ő róla beszél. A végén a sokszor idézett Jézusi példázatokból a kép, az asztalhoz ülés képe, a mennyegzői vacsora képe, a nagy vacsora képe. Találkozik majd a mennyei világ és a földi világ igaz emberei, mint hogy a vőlegény és a mennyasszony családja találkozik, és leülnek az asztalhoz, és elköltik a mennyegzői vacsorát. Jézus sokszor beszélt így az eljöveteléről, hogy ő nagyon vágyakozik már találkozni az igaz emberekkel. Azokkal, akik őt szeretik és várják őt, és sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Az a sok nyomorúság, az a sok kín és fájdalom mind semmivé lesz, és az örök életben senki nem fog már erre emlékezni, hogy miféle sok betegség, szenvedés, kudarc, megalázás, taposás, könyöklés, amire tele van a földi történelem, nem mindez, mint a ráncok ki fognak simulni, a rossz eltűnik, és mindenből csönd lesz és közelség, és asztalhoz ül majd az emberiségnek az a rész, ami kívánta a jót, aki szeretetben szeretett volna élni, és aki igazán elmondhatja magáról, hogy emberi életet élt. Kedves hallgatók, én itt több verset felidéztem önöknek, négy sorosakat is, hosszabb verseket is, de Pilinszkiről megemlékezni, hogy a legnagyobb versét ne említsük, az lehetetlen. Magyar költészetnek vannak iszonyatosan nagy verse, ilyen például Vörösmarty Mihálynak a Vén cigánya, vagy az előszója, ilyen Kosztolányinak a Hajnali részegsége, ilyen Tóth Árpádnak az Elége egy rekettye bokorhoz, ilyen Babicsnak az Esti kérdése, de ezek között, a nagy versek között, a legnagyobb, amit talán a legeslegnagyobb, amit Pilinszky egyébként a diszkoszvetőnek a mozgásához hasonlított, amikor a diszkoszvető is így fogja a diszkoszt, és akkor elkezdi a köröket, elkezdi, és akkor megvárja azt a pillanatot, amikor a legnagyobb erővel tudja elhajítani. Ez az apokrif. Az apokrif a magyar költészetnek egy olyan döbbenetes, három részből álló nagy vers szimfóniája. Vörös Sándor aztán versenyre kér Pilinszkyvel, 11 szimfóniát ír. Én elismerem, hogy a harmadik meg a negyedik szimfónia ezek között az apokrif magasságába emelkedik. De az apokrif a magyar költészetnek egyik legnagyobb, ugyanakkor legrejtélyesebb, legmegrázóbb verse. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Ez is az a pillanat, amiről az előbbi rövid vers beszélt, hogy egyszer mindennek vége lesz. Egyszer minden rossznak vége lesz. De addig is, míg minden rossznak vége lesz, mi minden kell, hogy beteljesüljön egy ember életében,
egy nemzet, meg egy emberiség életében. Most az apokrif a diszkosz vetőnek a mozdulataival ezeket járja körül, mert elhagyatnak akkor mindenek. Csupa rejtély. Mi az, hogy elhagyatnak? Mi az, hogy akkor? Mi az, hogy mindenek? Szinte minden szó rejtélyes. Na de a költészetet sokszor nem a szókimondás, hanem a rejtélyesség élteti. A költészet azzal tud figyelmet is ébreszteni, meg mélységeket is bejárni, hogy nem mond ki dolgokat, csak sejtett dolgokat, ráutal dolgokra, és kéri azt, hogy kövessük, és gondolkozzunk. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasat patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kínt ismeritek? Kutyaólakról beszél, vájúról beszél, emberi létezésnél ilyen állati meghatározottságokról. Miért? Mert a 20. század az állatiasságnál is mélyebbre vitte le az ember életet. Már Radnóti azt írta ugye a II. Világháború elején, hogy ó, az ember az állatok alja. És Pilinszky is, aki mondom, megjárta a világháborút, meg a fogoly táborokat, ezért beszél itt rézsútforduló fegyencfejről, éjszaka, hideg, gödör, dermetván, mélyvilági kint ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragoség infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van. Meg botja van, meg rabruhája van. Ki ez az ember? Bot, árnyék, rabruha. A tárgyak minősítik, de hol az ember? Ki az ember? Ez a költészet, hogy az első részét most felolvastam az apokrifnak, teljesen ráüt arra a magyar költői vonulatra, amit igazában először Kosztolányi pendített meg, nyomában József Attila. Tulajdonképpen a magyar költészetnek egyik nem ismert nagy vonulat ez a Kosztolányi József Attila Pilinszky vonulat. Ez a rövid szikár mondatszerkesztés, a tőmondatok, meg az ilyen montásszerű film bejátszáshoz lehet ezeket hasonlítani. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillánk alatt őrzöm tovább vonulást, de lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt, félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Igen, valamikor a paradicsom állt itt. Hol vagyunk már mi a paradicsomtól? Van Pilinszkynek egy verse, így kezdődik, hol járunk már a paradicsom fáitól? Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Nagyon sokszor ez a visszahivatkozás, honnan indult el az emberi történelem? Isten kezéből került ki az ember, paradicsomi állapotok voltak itt, de bengetük a gonoszságot a világra, és a gonoszság sátán annyira feje tetejére állított itt mindent, és a József Attila híres verse, hogy nem én kiáltok, a föld dübörög, vigyázz, vigyázz, megőrült a sátán.
A 20. század tényleg egy ilyen démoni világot hozott be a történelembe, a sok háborúval, forradalommal, gyilkossággal, hazugságokkal, tömegmanipulációkkal. Hogy tudja ezt visszaadni a költő? Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájdalom. Mindannyian visszaemlékezünk egy igazi emberi létezésre. Hol vagyunk már az igazi emberi létezéstől? Micsoda poklokat kellett megjárni az embernek az utóbbi évszázadokban, és főleg az utóbbi évtizedekben? Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ez kicsoda. Most a paradicsomi teremtés után egy másik nagy bibliai történetre játszik rá. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ez kicsoda. Ez a tékozó fiú. A tékozó fiú, akiről Pilinszki egy csodálatos mondatot mondott, ugye Lukács evangéliuma 15. fejezetében olvashatjuk a tékozó fiú példázatát, és Pilinszki azt mondta, hogy ez azért a legnagyobb példázat Jézusnak, ez a példázata az ember életről, mert minden ember kivétel nélkül tékozó fiú, azzal a különbséggel, hogy néhányan az atyai háztól elmenő, mások meg már a hazafele vezető úton járnak. Igen, két részre oszlik az emberiség. Néhányan most kezdik a tékozást, vagy folytatják a tékozást, az atyai háztól elmenő, az Istentől eltávolodó úton, a másik része az embereknek már megérintette őket a lélek hívás, hogy ember, ezért élsz a világon, hogy eltékozold az életedet. Tehát miért vagy te itt a világon? Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva, visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Itt nagyon József Attilás. Pilinszki maga is bevallotta, hogy legfőbb költői példaképe az a két magyar költő, aki a lexikárabb, nyelvileg legigényesebb költészetet hozta létre. És ez valóban igaza is van. Arany János és József Attila. A két lexikárabb, legpontosabb jelzőkben nem annyira bővölködő, úgy ráutalás, kinyilatkoztatásszerű költészet az övék, ez Arany János és József Attila, különösen József Attilát nagyon sokszor úgy nagyon távolról, tehát én nem azt mondom, hogy Pilinszki utánozza, vagy még kevésbé mondanám azt, hogy másolja, de lehet érezni, hogy József Attila nélkül ez a költészet nem született meg. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szelet csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem, év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek a deszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Ezt kinek mondja? Ezt kinek mondja? Az édesanyjának? A szerelmének? Istennek? Annak mondja, akit szeret? Tehát itt nyitva adja. Az édesanyjának mondja? Szerelmének mondja? Barátjának mondja? Istennek mondja? Akit szeret, akit, most nem kell eldöntenünk ezt, akit úgy szerettem, akit szeretek, azt mondom, hogy ez a világ nem a szeretet világa. Ezen a világon az emberek nek a legkisebb gondjuk az, hogy szeretnének, vagy hogy megtanulnák a szeretetet. Kedves hallgatók, ilyenkor a szeretet ünnepe előtt el szoktam mondani, hogy tényleg a költőink mennyire mélyen rátapintanak arra, hogy mi csak beszélünk a szeretetről, ha beszélünk. Az is nagy dolog, hogyha beszélnek.
De mi csak beszélünk sokszor a szeretetről, de mi a szeretet valósága? Mi úgy gondoljuk, hogy a szeretet az egy érzés. Ez egy érzelem, hogy meleg érzések fognak el, és hát szeretem a gyermekemet, szeretem a barátomat, a szerelmemet, a szüleimet, a rokonaimat. Ez jó érzés, hogy ők vannak, és én szeretem őket. De ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. A szeretet az nem elsősorban érzelem. A szeretet az egy meghatározott életelv, az egy gondolkodásmód, hogy én a másik emberért ugyanannyit meg kell, hogy tegyek, amit elvárok a másiktól is, hogy értem megtegyem. Ez nem egy érzelmileg belátható dolog, ez gondolatilag belátható dolog. Tehát a szeretet az nem elsősorban érzelem, hanem igazság. És ha a szeretet igazság nélkül jelenik meg, akkor van okunk félni, hogy itt valami hamisított szeretetet kapunk. És ma, a mai világban az emberek hamisított szeretetet kapnak, és a legnagyobb baj az, hogy ezzel megelégszenek. Mert az igazi szeretet az az, amelyben igazság és igazságosság van, ami a másik emberrel törődik, felelősséget vállal, és meg is akarja menteni. Ehelyett a mai szeretet... Tehát sokan így nevezik, hogy ez egy olyan majom szeretet. Igen, majom szeretet, hogy szeretem azt, aki hozzám közel van, aki engem simogat, az jó, aki bírál, az már nem annyira jó. Ez nem szeretet. A Biblia itt teszi helyre először is, hogy a szeretet az nem érzelem, hanem igazság. Jézusról azért mondja, hogy ő teljes volt szeretettel és igazsággal. János 1.14. Ő benne, amikor szeretet volt, akkor egy azon módon igazság is volt benne. Aztán a második. A mi hétköznapi tapasztalatunk az, hogy ha én valakit szeretek, akkor még magamat dicsérem meg, hogy milyen jó, hogy szeretem a másikat, mert azért sok nehéz embert is szeretünk, vagy nehéz sorsú embert is szeretünk. Tehát mi a szeretetet kegynek tartjuk. A Biblia pedig azt mondja, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát a Biblia szerint a szeretet az nem kegy, hanem tartozás. Azt mondja János apostol, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Mi az, hogy tartozás? Ha én tudom, hogy az Isten hogy szeret, és engem is hogy szeret, hát nekem is úgy kell szeretnem a másik embert. Ezzel tartozom a másik embernek, hogy a másik embernek valami ne emberi szeretetet adjak, hanem isteni szeretetet adjak, vagyis tovább kell adnom azt a szeretetet, amit én is megtapasztalok az Isten részéről. Teljesen más, teljesen más. Itt áll szemben, itt mélyül el a vers, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol majd Istenről szólni fog. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Mi az, hogy sehol se vagy? Kire mondja ezt, hogy sehol se vagy? Ő sincs sehol? A másik sincs sehol? Világidegenség? Nem tudjuk, csak létezünk, de nem figyelünk egymásra? Létezünk, de nem vagyunk jelen? És most jön a harmadik része az apokrifnak. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovát karajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkora már a teremtmények arca. És köny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Kedves hallgatók, ahogy említettem, ez a magyar költészetnek, ez egy ilyen három oldalas vers. Ez egy nagyon nagy vers, egy szimfónia.
De mi az, hogy látja Isten, hogy állok a napon? Mi az, hogy látja árnyam kövön és kerítése? Mi az, hogy lélegzet nélkül látja állani a levegőtlen présben? Pilinszky sokat beszél arról a prózai írásaiban, hogy a jó Isten milyen sokat hallgat. Isten nem nyilvánít véleményt. Iszonyú gazemberségek történnek ezen a világon. Igazságtalanság, gonoszságok. Isten hallgat. Az emberek mondják, hát ha Isten lenne, hát ezért nem hiszek én az Istenben, mert hát hogy nézheti ezt végig, hogy itt gyerekeket ölnek meg, meg Aleppót lebombázzák meg. Ugye ma is ki lehetne nyitni a bőségszarut, és el lehetne mondani. Pilinszky azt mondja, hogy Isten hallgat. Miért hallgat? Miért hallgat az Isten? Azért, mert tiszteli a szabadságunkat. Nem akar kényszerrel beleavatkozni. Ő ad késztetéseket az embereknek, erőt is ad a sok szörnyűség elviseléséhez. Nem tudom, hogy megtetszettek-e gondolni, hogy hány ember túlél olyan borzalmakat, amikre én azt mondanám, vagy mi azt mondjuk, ha én lennék benne, én már rég összetörtem volna. Ki ad erőt az embereknek ahhoz, hogy átélik a történelem, az élet válogatott borzalmai? Ki ad ehhez erőt? Akkor emberek sokat panaszkodnak, és én általában megszoktam hallgatni, hogy ha van időm, van, aki fél órát, egy óráig is panaszkodik, és akkor sokat gondolkoztam azon, hogy mit lehet mondani ma egy embernek, aki hát biztos, hogy nem hazudik, vagy nagyobb részében jogosan mondja, hogy mi történt vele, és akkor valahogy ezt a gondolatot kaptam, hogy az ilyen beszélgetéseket ezzel szoktam a befejezés felé kalauzolni, hogy mondom, hogy hát mondja, ez borzalmas. Ezt át tetszett élni? Ezt túl tetszett élni? Hát ez a nagy csoda. A sok nyomorúságnál, a sok bajnál még sokkal nagyobb csoda ez, hogy hogy tetszett tudni ezt átélni. Nem tetszik gondolni, hogy valaki ott volt. Valaki a tenyerébe ott tartotta, valaki hordozta, hogy bele ne roppanjon, bele ne törjön, egyszerűen fizikailag ne semmisüljön meg. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyékomat kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani a levegőtlen présben. Levegőtlen prés az élet. Micsoda kép ez is? A satúba belenne fogva minden ember, és alig van levegőnk, úgy szorítanak jobbról is, balról is, mindenfelől. Akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, hiszen minden ember élet elmúlik. Ő elpusztult, én pusztulok. És mit viszünk magunkkal? A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztása lesz. Mi az, ami a legnagyobb érték az emberben? A mezítelenség, és az őszinteség. Az őszinteség. Te küzdelem a rosszal szemben, az őszinte küzdelem a jóért, az őszinte együttérzés más emberekkel, az őszintén és hivalkodás nélkül, önsajnálat nélkül megélt élet. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Hát az üres árok nem tud csorogni. Tehát ezt érezni, olyan romantikus túlzásokba megy ez a 20. század, ugye az 50-es évek elején írott vers, hogy ezt még Vörös Marti is megirigyelhette volna. Egyébként előbb azt mondtam önöknek, hogy költészet történetileg Pirinszky verselése József Attilához, Kosztolányihoz áll közel, de itt magának Pirinszky Jánosnak a szavaival egy kicsit módosítanom kell ezt. Mert amikor az 50-es években Pirinszky sehol nem publikálhatott, baráti társaságokban állítólag azt csinálta, mert verset se írt olyan sokat, hogy Vörös Marti Mihályt mondta el. És ő a legnagyobb Vörös Marti versnek az előszót tartotta. És Nemes Nagy Ágnestől én még magam is hallottam, amikor egyszer fölkereshettem őt a lakásán, hogy azt mondta, hogy ahogy Pilinszky mondta Vörös Martit, ott a szobában megállt a levegő. Mit ön ezt írtam, tiszta volt az ég.
zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott, öröm s reménytől reszketett a lég, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót, mélység s magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantat. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint a veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt. Irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmak közöl, s a nyomor gyámoltalan fejét elhambat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot s az ember, te félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordon műfelett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd, ha eljö a hajfodrász a tavasz, s az akföltán vendéghajat veszen, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengeden, s illattal elkendőzött arcani jó kedvet és ifjúságot hazúd, kérjétek akkor majd azt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait. Kedves hallgatók, amikor állítólag Pirinszky ezt a verset elmondta, és amikor megállt a levegő, és kezdődött a beszélgetés, akkor mondta a Pirinszky erről a versről, és egyáltalán Vörös Martinak az ilyen, mert ugye emellett még ott van a vén cigány, ott van az emberek, azt mondta Pirinszky, Vörös Marti versei kiégetik a papírt. Vörös Marti versei kiégetik a papírt. Én azt gondolom, hogy a 20. században Pirinszky volt ez a Vörös Marti, aki az emberi létezés mélyéről hozott üzenetével kiégette a papírt. Én nem csodálom, hogy őt még úgy nem fogadta be úgy igazán a magyar versolvasó közönség. Pirinszky Jánossal meg kell ismerkedni, és én azt mondom, hogy a versei előtt tessenek megpróbálkozni a prózájával megismerkedni. Én személyesen a magyar költők közül a legtöbbet neki köszönhetem, annak, hogy a kereszténységet is az igazi formájában megismerhettem. Ha ő nem írja le azt a mondatot, amit szintén gimnazista koromban olvastam, azt mondja, mi a kereszténység lényege? Gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst. Ez a kereszténység. Gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst. Ezt mi fordítva csináljuk. Mi sokszor az emberekre teszünk megjegyzéseket, embereket támadunk, embereket gyűlölünk, és ugyanazokat a bűnöket, amiket másoknál támadunk, mi meg elkövetünk. A kereszténység az emberi természettel ellentétes vallás. Nem mi találtuk ki, ezért isteni vallás. Ez Isten ajándéka. Isten azt szeretné, hogyha a bűn gyűlölnénk, de a bűnös szeretnénk, ha bennünk levő bűnnel fölvennénk a küzdelmet, és van megváltó, van szabadító, az ő segítségével mindenki győzhet. Hogy nekem gimnazistaként milyen sokat jelentett ez, és később egyetemistaként is, és amikor Török Endre professzor azt mondta, hogy
Nem akartok találkozni Pilinszkivel, mondta Bárdos Lászlónak, akit idén veszítettem el, mint költő barátomat és irodalomtörténész barátomat. Szóval összehozlak titeket vele, mert Pilinszki akkor már nem szívesen ismerkedett emberekkel. Nagyon mély depresszióba szokott esni. Volt, amikor telefonban azt mondja nekem, tudod, most nagyon rossz állapotban vagyok. 3 hónap múlva hívjál föl. És akkor 3 hónap múlva hívtam föl. És ott a Budapesti Egyetem, most a Piarista Gimnázium épületében volt, ugye a bölcsészkar, a Kossuth Lajos utca másik oldalán volt a Taverna nevű vendéglő, és ott hozta létre a találkozást Török Endre professzor, úgyhogy először ő találkozott Pilinszkivel, majd kijött értünk az utcára, és bekísért, és azzal az ürüggyel, hogy ki kell, hogy adjuk ezt a kötetet, ezzel az ürüggyel hát ismertetett meg Pilinszki Jánossal, és utána, ahogy említettem önöknek, az élete utolsó 3 évében többször találkoztam vele, vagy beszéltem vele telefonon, és ez a kötet tulajdonképpen a kettőnk együttmunkálkodásának a gyümölcse. Emlékszem az első találkozóra, amit ott az asztal mellett folytattunk, egyik híres mondatára is Pilinszki nagyon sokszor a beszéd közben próbálta ki a gondolatait, és amit majd fél év után láttam papírra vetve, azról már tudtam, hogy igen, erről beszélt akkor, amikor ott is ültünk, akkor például a számomra a leglenyűgözőbb gondolata az volt, amikor azt mondta, tudjátok, hogy mik a remek művek? Azok, amelyeket, és itt egy fal mellett ültünk, ha ide befalaznának, akkor is remek művek maradnának. Az emberi életben a tiszta szó olyan ritka, mint a szénarany. Az ember kevés jót tud művelni a világon, és kevés nagy vers vagy nagy költészet adódik, és inkább nagy sorok és nagy meglátások vannak, de mennyi mindent kell mondani ahhoz, hogy egy-egy sor maradandó legyen? Hát igen, ez is egy ilyen aranymosás. Pilinszki azt mondja, hogy az emberi világban a tiszta szó az ritkább, mint a színarany. Akkor is remek mű valami, hogyha nem tudnak róla. Hát akkor engem ez nagyon megdöbbentett, hiszen hát irodalomtörténésznek készülve mi azt gondoltuk, hogy az emberek elé oda kell tárni a nagy műveket, és hát azokat meg kell ismertetni az emberekkel. De vajon mindig a nagy műveket tárják az emberek elé? És főleg Magyarországon, ahol a politika mindig kisajátította egy kicsit a költészet magyarázatának a jogát, akkor is, meg most is. Pilinszki Kossuth díjat kapott, és támadták akkor sokan, hogy hogyan is fogadtatta el Acél György kezéből a Kossuth díjat. De nem mondom, ez az Acél György szerzett neki állást, különben ha nem lett volna havi 2000 forint fizetése, akkor Pilinszki a szegényebbnél is szegényebb lett volna, így is egy rendkívül szegényes életet élt. Ha nem lettek volna olyan jó barátjai, mint Töröcsik Mari például, kérdeztem egyszer, mert nem tudtam elképzelni, hát Töröcsik Mari meg Pilinszki az két világ, mondom, te hogyan jutottál közel a Töröcsik Marihoz? Hát azt mondja, nekem kellenek az ilyen egyéniségek, akik egészen mások, mint én. Tudod, mit szokott nekem a Mari mondani? Ne faxnizzon, János! Szóval nekem olyan, mint a hideg zuhanyt, ezzel betölti a küldetését, és nagyon sokat szeretett tartózkodni Töröcsik Mari velemi nyaralójában, és egy ottani történettel fejezem be a Pilinszkire való visszaemlékezésemet. De a Töröcsik azért költözött le oda Kőszeg környékére, mert a gyermeke asztmatikus betegségben szenvedett, és ha nem tetszettek tudni, most hadd mondjam el, Magyarországon csak egy helyen lehet gyógyítani az asztmát meg a pseudokruppot, a szubalpesi levegőben. Az összes hegyünk az párás. Hiába mész a Mecsekbe, vagy a Bükkbe, vagy a Zemplénbe, hiába mész fel a Kékestetőre, az ugyanolyan párás, az nem gyógyítja igazán ezeket a légúti betegségeket, de ha valaki elmegy a Kőszeg környékére, Velem környékére, ott a bejövő szubalpesi klíma néhány hét alatt, én is levittük a 3. gyermekünket, és 3 hét alatt megfordította nála ezt a légúti problémát. Na, Pilinszki oda leszokott járni, Töröcsik elment dolgozni, és a szomszéd Józsi bácsira bízta, azt mondta, Józsi bácsi, nézzen rá Jánosra, hogy mit csinál. És azt mondja a Pilinszki, képzeld, egyik délután jött haza a Mari,
És kérdezi a Józsi bácsit, hogy hát mit csinálta János egész nap? Ugye a Józsi bácsi néha ugye átnézett a fakerítésen, hogy költő úr ott most, hogy ír, vagy olvas, vagy mit csinál. És képzeld el, azt mondta a törőcsiknek a Józsi bácsi, hogy mit csinált? Mit csinál? Azt mondja, tűnődik. Tűnődik. Ennél jobban senki nem jellemzett engem. Valahol az egyszerű parasztember, meg az a költő, aki mindig mondta, hogy ő a nulla pontra akar jönni, de végül is az életünknek egy ünnepélyes pillanata a tűnődés. Többet kellene tűnődni, nem? Többet kellene leülni, hogyan is mondja Juhász Gyula, megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szembe, egy szobasarkában. Gyönge lelkünk, ó be igen által. Több tűnődésre lenne szükség, és ehhez biztos, hogy nagy késztetést adhat nekünk. Egy kicsit jobban magunkba nézzünk, és viszonyítsunk valakihez, a paradicsomfáihoz, meg a haza akartam hazajutni végül, ahogy ő is megjött a Bibliában tékozó fiújához. Hát számomra ezért volt jelentékeny és eligazító erejű gondolkodó és költő Pilinszky János, de hogyha tetszenek bármiről kérdezni, átadom a szót a kedves hallgatóknak. Ha van Pilinszkyről kérdés, akkor szívesen válaszol. Tessenek kérdezni nyugodtan, bárkinek bármilyen kérdése. Hát érdekes, hogy a törőcsiknek ugye a második férje Már Gyula, ki nemrég meghalt, tehát a filmrendező, készítette Pilinszkyvel a legjobb filmet, filminterjút, és Pilinszkynek több lemeze van, nem tudom, hogy itt a könyvtár hogyan áll a Pilinszky lemezekkel. Pilinszkynek van egy olyan lemeze, aminek az a cím, hogy Ők. És elmondja, bibliai részletektől indul, és a világirodalom és a magyar irodalom legnagyobb verseit mondja el ezen a lemezen. Nagyon meg, ezt is a Már Gyula készítette. És van Pilinszkynek egy önálló, a saját verseiből összeszerkesztett lemez, azt is a Már Gyula készítette. Valahogy a 70-es évek egy érdekes időszak volt, mert a 70-es években már nem, azért nem 56 utáni légkör uralkodott, már kicsit többet engedtek, és Pilinszky is akkor kapott Kossuth díjat, és ezzel az járt együtt, hogy kiadták a műveit, lemezek jelentek meg, tévében szerepelt, kiengedték Angliába, Franciaországba költő találkozókra, Szigligeten mindennapos ember volt az alkotóházban, ott mondta el Nemes Nagy Ágnes, hogy keresték, mert mentek egy programra, és benéztek a szobájába, és látták, hogy ott térdel a függöny előtt, és imádkozik. És nem mertek rátörni, és akkor utána mondta, hogy nekem kegyetlen küzdelmet kell vívnom a természetemmel, és én Isten nélkül ezt nem tudom megtenni, és valahogy, hogy mi fűzte össze Törőcsik Marival, mert a Törőcsik Mari is végül is egy heves megyei egyszerű paraszt családból, tehát most az idős korában látom, hogy kezd visszatalálni a nagyon egyszerű és nagyon mélységes dolgokhoz. De ők egymásban ezt fölismerték, ez érdekes dolog, hogy két ember, meg mondom, ott a férj is hozzásegített, ez a Már Gyula, aki viszont hát egy urbánus ember volt, és egy nyitott szellem volt, és ilyen módon ez ilyen nem előre kiszámítható, egy nem várt barátság volt.
Pirinszky annyira egyedülvaló volt, mondja itt ebben a kötetben, hogy már mondott ilyet is, amikor Törőcsik még egyedül volt, hogy elveszi feleségül, de hát ez nem volt ritka. Pirinszky sok embernek mondta ezt, ő nagyon sokáig egyedül volt. Ez az In Memoriam Pirinszky kötetben a pályatársak emlékeznek rá vissza, és itt innen nagyon sok életrajzi dolgot lehet venni. Élete utolsó hónapjaiban például egy besötétített székesfehérvári panellakásban töltötte az időt. Most tavaly volt Fehérváron egy Pirinszky kiállítás, onnan hozom ezt a katalógust. Bakonyi István rendezte, és itt Bakonyi István még egy fiatal irodalomtanár, és Pirinszkyt bevitte irodalomórára, és onnan való ez a felvétel, hogy irodalomórán várta a gyerekek kérdéseit, meg beszélt a költészetről. Ő tulajdonképpen azért egy nagyon jó társasági ember volt, mert minden kérdésre válaszolt, és tényleg azért volt zseniális minden válasza, mert ő inkább dadogott, mint hogy hazugságot mondjon ki. Mondok egy példát. A 70-es években a Vigíria című folyóirat körkérdéssel fordult a magyar kultúra jeles embereihez, hogy írják meg, hogy Isten és közöttük milyen viszony van. Isten és én, ez volt a cím, és ott a Szent Ágotai János akadémikustól az I. és Gyulán, mindenkit fölkértek, 20-30 ember. Hát volt, aki egy oldalt írt, volt, aki kettőt, hármat, Pirinszky egy sort írt. Isten és én. Pontosan ez az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. De ez mindent felülmúlt, az összes 30 oldal, 40 oldalt felülmúlta. Tehát volt benne egy olyan lényeglátás, egy olyan őszintesség, egy olyan, tényleg mindig lement a nulla pontra. Tehát ő nem tartotta magát nagynak, vagy a büszkeségről van egy írása, azt mondja, a kiindulási pont az, hogy mindannyian dőfösek vagyunk. Ne hazudjunk, mindenki büszke. De ott lesznek az alázatos emberek, ahol megtanulnak küzdeni a büszkeségükkel szemben. Senki nem jött a világra alázatosként. Mint ahogy ki a bátor ember, az, aki legyőzi a félelmeit. Bátor emberként se születik senki a világra. Mindannyian gyávák és félősek vagyunk. De aki elkezd gondolkozni, segítséget kérni, akiben meggyőződés és hit ébred föl, az megtanul az életben küzdeni, Isten segítségével küzdeni, és akkor bátor emberré válik. Mindannyian valamiből valamivé válunk. De Pirinszky ezt az utat nagyon komolyan vette, és én az utolsó 3 évében láttam, hogy ugye 57 és 60 éves kora között is milyen sok változás ment végbe az életében, mennyire tisztultak benne a dolgok, és mennyire közel került ehhez az őszinte, és valóban, hogy ő mondta, hogy én egy valakit szeretek mérhetetlen szeretettel, akinek a legtöbbet köszönhetem. Ez Jézus Krisztus. Hát ez a krónikája a Törőcsiknek. Szóval sokszor olyan emberek jönnek egybe, akikről nem kiszámítható, mert azt mondjuk, hogy ez tűz és víz. Gondolom a könyvtárnak több kötete megvan ugye Pirinszkytől. Lehet kölcsönözni, lehet ezek közül olvasni. Sok kötethez külön élményen fűződik. Például ezt a kötetet, ez egy fiktív beszélgetés. Ő találkozott Párizsban ezzel a néger színházi színésznővel. Akkor egy új színházi áramlat volt a Grotowski színháza, meg a Wilson színháza, mert rájöttek, hogy a színház tulajdonképpen hazudik. Hazug érzelmeket, hazug dolgokat ábrázol, és ezt úgy akarták ellensúlyozni, hogy bejöttek a színpadra, leültek, csöndbe voltak,
az egész nézőtér várt valamit, és csak csönd volt, és csak... Ugye hát ez a Beckett színház, hogy két ember ül, az egyik sárgarépát eszik, a másik petrezselymet, és várják Godot, vagyis hát Istent várják, és így az európai színház is próbál, hogy lemosni ezt a sok maszkot, ezt a sok festéket. Vissza akartak menni a görög színházhoz, mert azt mondták, hogy azért a Shakespeare meg a Molière színház az túl felszínes, és túl az ember életet csak a hám rétegében ábrázolja, az ember sokkal mélyebb, és Pirinszky a színháztól várta a világ megújulását többek között. Egyik híres mondata az volt Pirinszkynek, hogy egy évre mindent be kellene zárni. Mozit, színházat, álljon le a tévém, legyen csend, és nézzük meg, hogy most kevesebbek lettünk, vagy többek. Hát ugye erre nem került sor, egy ilyen költői ötlet, de magunk megcsinálhatjuk azt, hogy napjában csak arra kapcsoljuk be a tévét, ami éppen érdekes, vagy azt a könyvet olvassuk el, ami éppen léleképítő. Szóval Pilinszky sok esetben egészen más és új utat tört a magyar költészetben és a gondolkodásban. Ezt mindenki tudta, mindenki elismerte a nagyon nagy tehetségét, és mindenki tudta, hogy egy ilyen kis vékony életművel, hogy ilyen nagy költő, állítólag amikor Angliában, Londonban felolvasást tartottak a világ minden tájáról jött költők, már a magyar felolvasásra is megállt a levegő, hát még amikor angolul nagyon nagy külföldi költők, mint a francia Pierre Emmanuel vagy a Ted Hikes angol költő tolmácsolta Pilinszkyt, állítólag még Nobel-díjra is fel volt terjesztve, de abban az időben azt mondták, hogy ez se a Sanyika, se a Gyuszi nem hagyja. Ez Vörös Sándort és I.S. Gyulát jelentette. Az igaz, hogy a magyar költészet nagyon nagy volt, szerintem ott I.S. Gyula is bőven méltó lett volna rá, Vörös Sándor is, de Pirinszky is, de hát aztán a Stockholmban nem úgy döntöttek, és ezeket a Pirinszky egyébként ma nagyon ismert nyugaton, nagyon sok verse le van fordítva angolra, franciára is és németre is, az egyik Petőfi utántan egyik legismertebb költőnk nyugaton. Pirinszky már annyira a 20. századnak az életérzéseit mondja ki. Nem nehéz ez, nála sok ugyan a metafora, de mivel sokszor nincs kötött rím, meg kötött kényszer, ritmus kényszer, ezért viszonylag az ő nyelve azt mondja, olyan kopár a nyelvem, mint amikor a bébit tanítottam. És Radnótit azért szeretem, mert nála a fa az fa, a fű az fű, és a fogolytábor az a körülhatárolt terület. Szóval a nagyon jól érzett rá, hogy Radnótit is a koncentrációs táborok iszonyú pokla tette nagy költővé. Ott tanulta meg azt, amit talán így a civil életben soha nem tudott volna kifejezni. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó a koncentrációs tábor, csak azt akarom mondani, hogy az ember, amikor nagyon elesett, akkor nagyon megalázzák, akkor derül ki, hogy az ember még mi tud lenni. És ez mindenkire nézve igaz, még Jézus Krisztusra is, mert amikor a legjobban verték és keresztre feszítették, akkor tudott a legnagyobb szeretetről bizonyságot tenni. Nem tudom, hogy mennyi Pirinszky kötete van az itt megjelenteknek. Ezt a kötetet különben azóta már háromszor adták ki, ezt az Ami személyes, ami szentet. Ez a magyar nyelven talán a legrészletesebb válogatása az összes 17 kötetéből válogattam. Ezt a kötetet tudom ajánlani, ebből tudtam többet elhozni, hogyha valaki bepillantást akar nyerni Pirinszky gondolkodói világába, felépítve, tehát ezek ilyen fejezetekből álló, az ember legfőbb ellensége önmagának, ez az első fejezethez tartozó gondolatok, akkor figyelem, szemlélődés, gondolkozás, pózolás,
bűnös is, áldozat is az ember. Levél Petőfi Sándorhoz, vagy az igazságról, ez is egy érdekes munkája, amit ugye Petőfit nem szerette, azt mondta, hogy inkább Vörös Martihoz és Aranyhoz vonzódik, de elismerte, hogy ha igazságot akar keresni, akkor a magyar költők közül csak Petőfihez kell fordulni. Létezünk, de nem vagyunk jelen, sokszor néhány vagy ez a szörnyű szerelem, ugye, tehát ez boldogság és szeretet. Tehát az élet legkülönbözőbb, mi a különbség a jótékonykodás és a felebaráti szeretet között, ez is egy nagy témája volt. Tékozó fiúról szóló kijelentései, személyes, személytelen, kollektív, tehát nagyon sok minden, rátalálni a hitre. A francia rádió 70-es években egy riportert küldött Budapestre, hogy megkérdezze prominens magyar költőket, hogy mi a viszonyuk a hithez. Pilinszky akkor azt nyilatkozta, az is egy rövid nyilatkozat, azt mondja, hogy amikor megszületünk erre a világra, vallást mindenki kap, de ez nem hit. Mindenki mondjuk beleszületik egy katolikus, vagy református, vagy ebben a zsidó, vagy stb. Családba, de ez nem hit. A hitet az ember csak felnőtt korába tudja beszerezni, mert a hit az a személyes dráma gyümölcse. Csodálatos megfordulom. Mindenkinek meg kell küzdeni, arra rá kell találni. A hitet nem kapjuk a születésünkkel. Az anyakönyvi kivonatba, vagy nem tudom hova, bejegyezhetik, hogy római katolikus vagy, vagy református, de az nem sokat jelent. Az életben az jelent sokat, hogy az ember kérdez, a kérdéseire válaszokat keres, és nem elégedve meg a felébe, harmadába való, vagy a féligasságokkal, keresi a 100%-os válaszokat. Még hadd mondjam el, hogy Simone Weilnek van ez a megdöbbentő hasonlata, hogy azt mondja, hogy a világ labirintus. Sokan elindulnak, de leállnak a labirintus felénél vagy kétharmadánál. Aki azonban bemegy a labirintus legbelsejébe, ott Isten várja és fölfalja. Majd megemésztve más emberként kiküldi, hogy menj a labirintus szájához, és szeliden tessékeld befelé az arra igyekvőket. Egy döbbenetes kis metaforikus történet, vagyis az, hogy az jut el célhoz, aki nem áll meg felénél. Minden kérdést föl kell vetni. Utána kell járni, hogy miért vagyunk emberek, vagy mitől leszünk emberek. Van-e megváltás, van-e szabadítás? Sajnos az embernek a legvisszataszítóbb cselekedet a lelki lustaság, a szellemi lustaság, hogy megállnak az emberek féligasságoknál, és a féligasságoknál nagyobb veszély nincsen. Csak a 100%-os igazság tud bennünket megmenteni, az viszont el kell menni a labirintus középpontjába, ahol valakivel találkoznunk kell, aki egy egész más emberré tesz bennünket. Innen ez ilyen kicsit brutális kép, hogy azt mondja, fölfalja, majd kiöklendi, de teljesen más összerendezésben. Szóval, amit a Biblia megtérésnek nevez, megváltozásnak nevez, újjászületésnek nevez, ez a gondolkodó így írta le. Pilinszky nagyon sokat köszönhet ennek a nagyon fiatalon, 31 néhány évesen meghalt francia filozófus nőnek, akinek az írásait Albert Camus fedezte fel a II. Világháború után, és ő mondta azt, hogy ha Európa újjá akar születni, ha itt igazi Európa lesz valamikor, csak akkor lehet, hogyha számot vet azokkal a követelményekkel, amit ez a filozófus, aki ott hagyta a filozófiai katedrát, elment a Renault gyár munkásai közé, és meg akarta tapasztalni, hogy a 20. században azért a hétköznapi emberek nyomorát. És ezért mondta Pilinszky, amikor azt mondták rá, hogy ő nem magyar költő, mert hát ő egy kozmopolita, nincsenek népi témája, azt mondja, mi az, hogy nem magyar költő vagyok? Hát én magyarul írok, magyar kultúrában mozgok. Hát a népet nem úgy lehet szeretni, hogy fölállok a szónoki emelvényre. A népet nem hangzatos kijelentésekkel lehet szeretni. Tudják, hogy a népet hogy lehet szeretni? Együtt nyomorgással. Menjél be a nép közé.
Ne fölülről beszélj a népnek, menjél be a nép közé, és nyomorogjál velük együtt, és akkor tudod majd, hogy a nép az mitől szenved. Ezt tanulta a Simon Weil-től, aki tényleg elment a nép közé, aztán elment a spanyol polgárháborúba is, aztán Amerikába, majd Angliába költözött, és Angliában, amikor csak annyit vett magához, ami a Hitler által megszállt Franciaországban a fejadag volt az egyes embereknek, akkor tulajdonképpen ilyen félig meddig éhhalállal halt meg 1943-ban, 36 éves korában. És a halála után jöttek rá az írásaira, és Albert Camus adta ki először a műveit, és Pilinszky Párizsban találkozott az írásaival 64-ben, és ő kezdte el Magyarországon propagálni, és azután hát hárman fordítottuk ezt a kötetet, és Pilinszky nekem is úgy sokat segített ebben, mert tényleg csodálatos jó fordításokat tett közzé, és Simon Weil-nek nagyon sokat köszönt. Pilinszky, nem tudom, hogy ez megvan-e itt a könyvtárban. Mondom, háromszor adták ki, őnek is vannak nagyobb művei, tanulmányai, de itt nagyon sokat válogattam a rövidebb írásaiból is, a gondolat töredékeiből is, amiből itt önöknek is idéztem, hogy az embereknek meleg csend kell és jeges tumultust adnak nekik. Hát kedves hallgatók, ezeknek a gondolatoknak a jegyében ezt a nagyon évforduló dús évet, ugye, lezárjuk. Megemlékeztünk, Fazekas Mihállyal kezdtük, ugye, a Ludas Matyi írójával, remélem nem tetszettek elfejteni, azóta a televízióban is bemutattam a reggeli Duna TV-beli műsorokban, amit továbbra is 6 és 7 óra között ad a Duna TV. Aztán utána Reményik Sándor, Babits Mihály és most Pirinszky János, de hát jövőre se leszünk szegényebbek, mert azért egy Arany Jánost megidézni az, remélem, hogy az önök gyönyörűségére és szellemi elmélyülésére lesz. Köszönöm szépen a harasztiaknak az érdeklődését, tessenek hívni másokat is. A vers szeretők mindig kiskört képeztek, de azért ne mondjunk le, hogy nagyobb körünk is lehet, mert a versek a legmélyebben adják vissza az emberi életet. A költőkön kívül ki foglalkozik még az emberekkel most. És a régi költők nagyon mélyen foglalkoztak az emberi élet problémáival, és még a mának is tudnak mit mondani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a könyvtárnak is az áldozatkészséget, hogy megtetszettek csütörtökön is nyitni a kapukat, és akkor a felvétel is gondolom eljutott a város lakosságához. Úgyhogy köszönöm szépen, és mindenkinek békés ünnepeket, és békésebb új esztendőt kívánok, mint ez a utóbbi 2 évünk azért nagyon békétlen volt itt Európában. Nagyon szépen köszönjük ezt a szép est, és úgy gondolom, hogy jó, hogy megálltunk a karácsonyi nyüzsgés közepette, vagy előtt, és időztünk egy kis időt, szellemi töltekezésnek, táplálkozásnak is. Kellett ez az este, karácsony előtt, hogy egészen más szívvel és szemmel menjünk az ünnepelé. Nagyon szépen köszönjük Egyéget, professzor úrnak a biklétét, hogy hűségesen mindig eljött hozzánk, sokszor nagyon messziről, néha közelebbről, de valóban várjuk a következő évet, mert ugye 200 éve született Arany János, és hamarosan, január 19-én, akkor ünnepeljük itt a Magyar Kultúra Napját, közösen együtt. Várjuk önöket szeretettel legközelebb erre a szép estére. Biztosan nagyon tartalmas és nagyon emlékezetes lesz az is. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szép karácsony kívánunk a könyvtár nevében mindenkinek, és békés boldog új esztendőt. Köszönöm szépen.